Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Néha úgy van, hogy benne vagyunk ebben a ringlispiben, és ki akarunk szállni, és ez utal változásokra. Pontosan így van most nála. Hogy alakulnak a dolgok, milyen lépéseket tesz irányodba, azt most megtekintjük ennél a jóslásnál. Ezek a képek itt utalnak az ő jelenlegi helyzetére. Itt van egy tolvaj. Az lehet, hogy valaki ellopott tőle valamit, ezért fáj a feje, és eltöpreng azon, hogy hogy tudná javítani a helyzetet, mit kellene tenni ebben a helyzetben. De azt is jelentheti ez a kártya kombináció, hogy a múltban töprengett sokat, nagyon elgondolkozott a dolgokon, olyan szomorú volt, valami nyomasztotta őt, és ez a tolvaj eltávolítja ezeket a gondolatokat. És mi a terve? Erre utal itt ez a kártya. Itt az ötös számnak van egy jelentése, mégpedig azt jelenti, ha ő befejezett most valamit, vagy lezárt valamit, akkor keres egy új irányt, egy új lehetőséget. Amit még az ötös szám jelenthet, ezek a befolyások, a külső befolyások, amikor mások beleavatkoznak az ő dolgaiba, és pontosan ezt szeretné lezárni. Ez a kártya utal az ő érzelmeire, és itt vannak a kezek. A tiéd és az övé. Meg szeretne téged érinteni. Keresi a közelséget. Azt is jelentheti, hogy segít neked. És milyen lépéseket fog tenni? Egy lépésről a másikra, erre utalnak most itt ezek a kártyák. Nagyon sok a munkája, és szorgalmas. Az érmék utalnak az anyagiakra és a munkájára, de a belső értékekre is. És jelentheti azt, hogy ő dolgozik saját magán, hogy biztos legyen a saját értékeivel. Aztán itt megjelennek az egerek, és az egerek eltávolítanak valamit. Vagy van nála egy munkahelyi változás, vagy azt is jelentheti, hogy ő bizonytalan, nincs tudatában a saját belső értékeivel, de azt is jelenthetik az egerek, hogy eddig sok munkája volt, szorgalmas volt, és most kevesebb a munka, mert az egerek ebből eltávolítottak valamit. És itt látható ez a kehely, ez utal az ő érzelmeire. És ez olyan, mint egy belső forrás. És ő hallgat a belső hangjára, kimutatja az érzelmeit. És mi a te jelenlegi helyzeted? Itt, ezen a képen van egy idősebb úr, ő nagyon okos és bölcs, az lehet, hogy segít valaki most neked. De a kártyáknak szimbolikus jelentése van, azt is jelentheti, hogy te tanulsz most valamit, vagy okos döntéseket hozol. És itt lesz ez a változás, ez a könnyűség, a kreatív munka is. Az ősi kultúrában a lepke szimbolizálta a lelket, és így ez a kártya azt is jelképezheti, hogy kettőtök között megvan ez a lelki kapcsolat. És hogy viszonyul ő hozzád, mi várható a közeljövőben? Itt látható felül ez az arany kehely, ugyanezt szimbolizálja itt ez a kártya.
ő átnyújtja számodra ezt a kelyhet, de te ezt nem látod. Vagy elalszol, és nem veszed észre ezeket a lehetőségeket, vagy nem bízol abban, hogy ő szeret téged. De ő szeretné azt, ha észrevennéd őt, hiszen itt jön ezen a fehér paripán, de neki megvannak az elvárásai. Ő győzni akar, azt szeretnéd, ha te felnéznél rá, dicsérnéd őt, mert ő áll itt most a középpontban. És hogyan tovább, hogyan alakulnak a dolgok, ki és mi segít? Itt ezen a képen Ámor látható, és Ámor segít. Úgy tudnám mondani, ha Ámor megjelenik, akkor szerelemről van szó, és ti szeretitek egymást. Ez a varázsló szintén segít, hiszen megvan ez a mágikus vonzalom kettőtök között, és ennek megvan a varázs ereje. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!